háttanulmányozza az egész cselló irodalmat, azt látom, hogy itt lehet még valamit mondatni ezzel a hangszerrel, amit még nem próbáltak meg. És főképp, hogy egyedül, minden kíséret nélkül mit lehet belőle kihozni, az érdekelt. Jövő évben lesz 50 éve éppen, hogy megírtam. Kiadóm azt mondta, ugyan mindenki ír cselló művet. A csellisták oly lusták, nem szeretnek új műveket tanulni, nem fogja senki játszani, pláne ha nehéz. Hát részben igaza volt, mert 30 évig senki sem játszotta. Feküdt a műporlott, és most ásták ki, ma minden cselló versenyen ez a kötelező tárgyak közé tartozik. Apám révén, hiszen ő tanult nála zeneszerzést még a 20-as években, és ismerték egymást, és Kodály többször adott útmutatásokat, és írott anyagot is iskolai énektanítás ügyében. Hát aztán elvitt engem 7 éves korában, meg bemutatott, és hát akkor játszottam is néhány rövid darabot neki, de hát ő szűkszavú volt, mint mindig, de inkább arra tért ki, hogy tornázom eleget, és aztán ő aztán ott csinált ilyen fekvőtámaszokat. Hát én gyerek, még akkor 7 éves voltam, nem mertem utána csinálni. Ez volt az első találkozás, ez 55-ben volt. Apám már játszotta először az epigrammákat, később aztán már szonátát. Megörököltem egy kottát egy távoli rokonomtól, aki már nem tudott csellózni, de odaadta. És akkor az Opus 4-es szonáta, aztán később az Opus 8-as szóló szonáta, ami 15-ben íródott, és én azt 14 éves koromban kezdtem el megtanulni. És aztán koncertem meg 16 éves koromtól rendszeresen műsorom volt. Aztán ugye a duó, ami nagyon igényes, nagyon komoly darab. Később 64-ben Pablo Casals világhírű gondunk, a művész járt itt Magyarországon, ahol vezényelte a saját oratóriumát, és akkor Kodály sokszor volt vele, és így a Gundel étteremben is a fogadáson ugye ott volt, és akkor is én, mint egy meghívott, szintén ott jelen lehettem. Aztán 67-ben jött 2 hangversenyemre, januárban és februárban. Megjelent, ott ült a Páholyban, és be is jött a hangverseny után, és akkor már olyan barátságosan szólt hozzám néhány mondat erejéig, és hát olyan biztatólag. Sokkal több kapcsolatom van viszont a zenéjén keresztül, mert ráismerek a egyéniségére. Az egyénisége rendkívüli volt, azt mindenki megérezte, aki félkörbe körülállta őt, és ő beszélt néhány mondatot, például amikor bejött oda a művészszobába, akkor mi, mint a gyerekek úgy álltunk ott, a felnőttek is körül, mert a szavainak olyan súlya volt, hogy, és a gondolatainak, és keveset mondott, de az tökéletesen. És hát ez megfogott engem, és ezt keresem a zenéjében is, és találom meg. Egész fiatalkori zenéjében már. Az a meggondoltság, ami megjelenik, hozzátéve a mély érzelmi töltéssel, és ugyanakkor egy gondosság fölsejlik maga az egyénisége. És az megint tovább gondolkoztat.